Üdvözlik, de nem tartják elegendőnek a kormány eddigi gazdaságvédelmi intézkedéseit a Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara által képviselt vállalkozások. A kamara ezért újabb javaslatokkal fordult a döntéshozókhoz. Levelükben hangsúlyozzák, hogy a munkavállalók 70%-át a kis- és középvállalkozások foglalkoztatják, melyek többsége legfeljebb egy havi tartalékkal rendelkezik. Ezért az ő támogatásuk kiemelten fontos. Intenzívebb kormányzati beavatkozásra, teljes iparágakat lefedő komplex támogatások haladéktalan folyósítására van szükség, írják. A koronavírus miatt a gazdasági, ellehetetlenült KKV szektor részére ágazati és adózási módokra való kivétel nélkül egyfajta gyorssegélyt kell adni. A közterhek és az adó átütemezésének, illetve átvállalása nem történik meg, akkor ellehetetlenül a KKV szektor. Javasoltuk, hogy egyfajta likviditási hitel bevezetését, hitelgarancia biztosítása mellett gyorsított és könnyített pénzintézeti bírálatot, hogy időbe férjenek hozzá a pénzeszközökhöz az egyébként alultőkésített KKV-k. A vállalkozások számára létfontosságú a kereslet fenntartása, amit a tömeges elbocsátások veszélyeztetnek. Ezért a kamara a környező országokhoz hasonlóan a munkavállalók központi bértámogatását sürgeti. Javaslatuk szerint a kis- és középvállalkozások esetén a bérek 75%-át kellene központi forrásból fizetni. Azonnali módosítását javasolja a kamara az utazási szerződést szabályozó rendeleteknek. A vállalkozások továbbélését biztosítaná, ha az utat lemondó ügyfelek utalványt kapnának, amelyet a későbbiekben felhasználhatnak. Sürgősnek tartják az üzletek bérleti díjának mérséklését vagy a fizetés elhalasztását a kereskedelemben és a szolgáltatásban. A kamarai javaslatok egy része már a válságból való kilábalás időszakára fókuszál. A jelenlegi helyzetben, ahol nincsen szakszervezet és nincs kollektív szerződés, évvégéig meg kellene hosszabbítani az egyébként 4 hónapos munkaidőkeretet, hogy a vírus járvány elmúltával a gazdálkodó egységek tudjanak valamilyen módon munkaidőkerettel jobban gazdálkodni. Ez kvázi munkaadói jognak kellene legyen ennek a felhasználása, ennek a meghosszabbított keretnek a felhasználása. Kovács Vince hozzátette, fontos, hogy a beruházások ne álljanak le, ezért is szorgalmazzák a gyorsított hitelhez jutást.